Köszöntöm nézőinket, jó estét kívánok! Mai magazin műsorunkban elsőként a Pannon Egyetemre hívjuk kedves nézőinket, ahol szakmai fórumot szerveztek, méghozzá az elmúlt két esztendőt értékelték, a fórum címe Nyelvtanulással a boldogulásért. Amikor a kormányzat úgy döntött, hogy a felsőoktatásba B2-es szintű nyelvvizsgával lehet majd bejutni, akkor fel kellett mérni azt, hogy a középiskolákban, bizonyos régiókban, illetve bizonyos társadalmi körökből származó gyerekek esetében problémás a szint elérése. Egyrészt gazdasági hátrányokban élnek emberek, másrészt a motivációs tényezők kicsit visszafogottabbak a családok szintjén, illetve abban a közösségben, ahol élnek. Nem jellemző szokás vagy hagyomány az, hogy külön nyelviskolákba járnak a gyerekek, illetve ezt nem tudják maguknak megengedni. Ezért a kormányzat európai támogatással úgy döntött, hogy a legtöbb nyelvtanárt képző magyarországi egyetem pályázhat arra, hogy tanárjelöltekkel segíti ezeknek a körzeteknek, az ott lévő iskoláknak a tevékenységét, munkáját, és azon gyerekek köréből, azon közösségekből szerveznek tanulókat bizonyos rendszerességen megvalósuló külön nyelvórákra, akiknek amely közegben nehézségek támadnak a külön órák megvásárlása terén. Ugye ez a program már két éve fut, és ha jól tudom, akkor igazából angol és német nyelvet érintett. Mik a tapasztalatok? Például a fiatalok ezt hogyan vették, hogy fogadták, és mennyien jöttek? Ugye itt két fiatal rétegről beszélhetünk. Egyrészt beszélhetünk a középiskolásokról, 14-19 éves korosztály, akik elsősorban az intézményi motivációra, az ottani ösztönző erőkre reagálva kapcsolódtak be a programba. Illetve a másik ifjúsági réteg az, ami egyetemi hallgatóink és doktorandusaink köre, akik egyrészt a angol és német tanári képzésben vesznek részt, tehát a pályára készülnek, és közben szánypróbálgatási lehetőségként fogják fel a projektet, másrészt pedig a többnyelvűségi doktori iskolánkban kutatást végző hazai és külföldi fiatalok kapcsolódtak be a programba, elsősorban a külföldiek esetében elsősorban az angol nyelvi területen, de a németet pedig főleg a mi tanárjelölteink gondozzák. Be lehet azt határolni, hogy a középiskolások például honnan érkeztek, melyik területről jöttek többen? Hát ahol nekünk szerződésünk van, megállapodásunk van, lenti szakképzőintézmény, Nagyotádi gimnázium és szakgimnázium, Nagykanizsán a szakképzési centrum több intézményével dolgozunk együtt, ugyancsak a Nagykanizsai Piarista gimnáziummal, Ajkai Fekete István Vörös Marti Mihály Általános Iskola és Gimnázium, Pápán a Református Gimnázium, Pápán a Szakképzési Centrum mezőgazdasági szakképzőintézménye, Székesfehérvárott a Szakképzési Centrum több intézményében tevékenykednek a hallgatóink. Sárbogárdon van egy jelentős kapcsolatunk a gimnázium, a Petőfi Sándor gimnáziumban. Dolgoztunk Simontornyán, Tamásiban. Talán mindent említettem, illetve még Celldömölkön van olyan partnerintézmény, akik bizonyos képzésekre delegálnak tanítványokat. Mintha Veszprém kimaradt volna. Itt igazából a regionalitás a lényeg, meg alapvetően a feltételek között szerepelt az, hogy hátrányos helyzetű gazdasági és kulturális szempontból hátrányos helyzetű régiókban gondolkozzunk. Nyilván Székesfehérváron is azért merült ez fel lehetőségként, mert hogy nem Székesfehérvár önmaga nem hátrányos helyzetű, de a szakgimnáziumi szakképző intézményi háttér a környékről, több olyan településről integrál gyerekeket, akik korlátozottabb motivációval vesznek részt a középfokú oktatásban. Próbáljuk meg összefoglalni, hogy tulajdonképpen röviden persze, mi történt a két év alatt? Egyrészt felkészítettük az egyetemi oktatói körből úgynevezett szakmai megvalósítók kezdeményezésére és támogatásával felkészítettük a tanárjelöltet,
jelölteinket, illetve a doktorandusainkat az oktatási feladatra. Kidolgoztuk a tanterveket, tananyagokat, programokat. A módszertani alapelveket most véglegesítjük a tapasztalatok alapján, és három típusú képzést valósítottunk meg a legtöbb intézményben. Fél évenként 12 héten át heti 2 órás különórák, illetve a több helyen 3 napos intenzív, 21 tanórára, illetve 21 60 perces foglalkozásra kiterjedő modellfutott, és 2 nyáron át, 18-ban és 19-ben pedig százas nagyságrendű részvétellel 1 hetes nyári nyelvi tábort tartottunk. Most még a következő évben ezeket a jól kidolgozott képzési típusokat valósítjuk meg, illetve véglegesítjük a dokumentációnkat, és tervezzük meg, hogy a projekt utáni követő években miként tartsuk a kapcsolatot, és miként gondoskodjunk arról, hogy a mi tanárképzésünkben, illetve az intézmények életében ez a tapasztalat tovább kamatozzék. És mi fog történni most? Most egyrészt összegezzük az elmúlt két év tapasztalatait, és körvonalazzuk azt, hogy merre fele lépjünk tovább, hogyan zárjuk a 3 évet. Itt egyrészt az egyetemi oktatói körből fognak megszólalni kollégák, másrészt a hallgatói közegből, harmadrészt pedig az intézményi mentorok fogalmazzák majd meg, hogy miként is tapasztalták a program előnyeit, hatásait. Mondhatjuk azt, hogy a 2 év hatékony volt, sikeres volt, és jó irányba megyünk tovább? Úgy vélem, hogy igen. A Pannon Egyetem a nyelvtanárképzésben országos szinten is továbbra is erősíti a hírnevét. Amikor 30 évvel ezelőtt itt elindult az idegen nyelvű tanárok képzése, akkor is egy innovatív gondolkodás mentén fogalmaztuk meg a filozófiánkat és céljainkat, és tulajdonképpen most az elmúlt évtizedek tapasztalatainak felülvizsgálatára és a további évtizedek előkészítésére szolgál ez a projekt maga, és hát ez a közbenső rendezvény is, amit ma tartunk meg. Most, hogy már túl vagyunk a program felén, és már csak 1 év van hátra, ilyenkor mindig az ember értékel egyet, milyen volt az elmúlt 2 év. Ön hogy látja, mennyire volt sikeres ez a program az önök számára, és mennyire volt fontos? Nagyon fontos volt számunkra. Egyrészt azért, hogy a tágabb térséggel megismertessük magunkat, tehát a képzéseinket. Nyilván a pozitív élmények, amennyire én tudom, az iskoláktól a visszacsatolások azok jók. Tehát a pozitív élmények azok talán arra bátorítják azokat a középiskolásokat, akik részesültek ebben az oktatásban, ebben a plusz oktatásban, hogy talán nagyobb kedvel választják esetleg a Pannon Egyetem modern filológia és társadalomtudományi karát, azon belül a nyelvszakokat. Ezen kívül, ami még szerintem nagyon előnyös számunkra, hogy egy kicsit az érzékenyítés, ha nem is kimondottan ez volt a cél, de végül is azzal, hogy a doktorandusaink, akik közül sokan külföldiek, vállalták ezeket a nyelvi órákat, nyelvi tanfolyamokat, ezzel valahogy ezekben a térségben élő magyarok számára egy kicsit közelebb hoztuk a kultúrák másságát. Úgy tudom, hogy a hallgatóink is, tehát a doktoranduszok is, és a diákok is kölcsönösen nagyon megkedvelték egymást. Érdekes nekik, hogy olyan tanártól tanulnak angolul, akiknek nem magyar az anyanyelve, hanem valamilyen más nyelv, és hát az angol a közvetítő nyelv, pontosabban hát ugye csak angolul tudnak velük kommunikálni. Azon kívül egy teljesen más kultúrát képviselnek, és ezek a magyar gyerekek nagyon befogadóak lettek. Úgyhogy a külföldi hallgatóinknak, a doktoranduszainknak is nagyon jó érzés az, hogy szeretnek odajárni, hogy szeretik őket a gyerekek,
Ez megint csak a beiskolázásunkhoz tesz hozzá külföldön, mert nyilván mesélik az élményeiket otthon, és egyre nagyobb számú jelentkezőnk van így a doktori iskolába is. Egyébként ebben az is benne van, hogy a középiskolások így az oktatáson keresztül picit belepillanthatnak az önök munkájába, és esetleg ezt a szakot választják, és önökhöz jönnek tovább tanulni? Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát nyilván nekik ez tetszik, hogy valami újszerű oktatással, valami nekik idegen, vagy szóval eddig nem megszokott a magyartól, nem megszokott tanítási móddal találkoznak, és ez biztos, hogy inspirálja őket. Önmagában az a tény, hogy olyan tanárok tanítják őket, akik nem tudnak átváltani a magyarra az órán, tehát nincs mese, angolul kell kommunikálni. Szerintem ez egy nagyon erős felhajtóerő ebben az egészben. Rita, hogyha jók az információim, akkor ön igencsak aktívan részt vett ebben a programban. Ez pontosan mit jelent? Tavaly nyáron jelentkeztem először a nyári táborban, mint tanárjelölt, hogy aktívan részt vegyek a tanításban. Azért jelentkeztem, mert úgy gondoltam, hogy nagyon jó tapasztalatokat fogok szerezni itt. Utána intenzív kurzusokon is részt vettem, illetve 12 hetes kurzusokat is vittem Fehérváron, aminek nagyon örültem, mert nagyon... Melyik nyelvről beszélünk? Angol nyelvet oktattam, igen. Aha. És mi az ön tapasztalata, a fiatalok hogy álltak ehhez a programhoz, meg hát egyáltalán hogy haladtak közben? Szerintem nagyon jó eredményeket értünk el, ugyanis voltak diákok, akik kevésbé voltak motiváltak a nyelvtanulás iránt, és a kurzusok végére azért éreztem, hogy elég sokakat motiválni tudtam, mert jobbára inkább játékos feladatokkal készültem, interaktív tanulást helyeztem a középpontba, úgyhogy úgy érzem, hogy azért többen megszerettek, meg hát azért nincs nagy korkülönbség köztünk, úgyhogy így még jobb is volt talán. Előtte a kérdésemet akartam mondani, vagy inkább megállapítani, hogy én azt tapasztalom, hogyha egy fiatal iskolai csapat közé bejelentkezik egy csinos fiatal, hát szinte majdnem annyi idős tanár, mint ők, akkor másként fogadják, talán meg ilyen tegeződős viszonyban is átnek mindez. Igen, mondhatni baráti viszonyunk volt egyébként, és ez szerintem nagyon jó volt. Sokszor tényleg annyira közvetlen hangulatúak voltak a tanórák, és szerintem azért ez is segít egy jó nyelvtanuláshoz, tehát ez is hozzáteszi. Mi az ön tapasztalata, a fiatalok félnek az ilyen órákon egyébként, ha nem is az önén, és éppen azért fontos, hogy egy fiatal tanárnővel feloldódnak, aktívak, csöndben ülnek, vagy hogy néz ki egy ilyen óra? Hát ez elég vegyes, azért csoporton belül is vannak más szinten levő diákok, és vannak sokkal gyengébbek, akik azért inkább visszahúzódóak, hát itt az volna a lényeg, hogy őket is megpróbáljuk előtérbe helyezni, úgyhogy kicsit nehéz azért ezt az egyensúlyt bevinni az órába, de azért úgy gondolom, hogy a játékos feladatokkal ez mind sikerül. Most ugye már 2 éve tart a program, hogyha mondjuk a diákok közül 5-öt kiválasztanánk, és elvinnék őket Londonba, elvesznének, vagy már azért, hogy jól megállnak a helyüket? Szerintem abszolút jól megállnák a helyüket, ugyanis próbálom őket minél céltudatosabban építeni, és az életre is felkészíteni, tehát hogy ne vesszenek el Londonba, ha már ez volt a kérdés. Folytassuk magazin műsorunkat egy alsóörsi eseménnyel. Ha már nincsen tél, nincs a Balatonon jég és nincsen hó, akkor mégis legyen a gyerekeknek egy síelési lehetőség. Hogy ezt hogy lehetett megvalósítani, azt azonnal eláruljuk. Minden esetre szombaton reggel 9 órától igen sok gyermek élvezte a síelés örömeit. Hát nyugodtan mondhatom, sok minden volt már Alsóörsön, ilyen műhavat még nem láttam, de kiderül, hogy igazából nem is az a pontos neve. Igen, valóban ez technikai hónak hívják, úgyhogy nagyon örülünk, hogy egy ilyet is létre tudtunk hozni itt Alsóörsön, hiszen annak idején a jeges bulikat elsőként kezdtük el, és ilyenkor ugye téli időszakban azt hiszem már mindenki nagyon ki van éhezve a hóra, a kis csúszkálásra, és Fehér Gyula helyi kötődésű fiatalember keresett meg bennünket az önkormányzatnál 2 hete, hogy van egy ilyen ötlete, hogy az Eplénysi arénával közösen szervezzünk egy sífutást itt Alsóörsön. És természetesen minden jó kezdeményezése egyből azt mondtuk, hogy természetesen igen, támogatjuk és örülünk neki. Valójában az önkormányzatunk
technikai dolgokban segít, közreműködik, és Eplényből 4 autó havat kaptunk, amit ezúttal is köszönünk az Eplénysi arénának, és tegnap este hozta 4 teherautó, körülbelül 30 köbméter hó érkezett, és nagyon jó érzés volt, mert ugye megkérdettük, hogy aki ráér és tud segíteni, akkor szívesen látjuk és várjuk, és körülbelül 20-an jöttek, segítettek, ketten egy alsős és egy felsősi vállalkozó bobkettel, és a környékbeliek pedig hólapáttal, úgyhogy pillanatok alatt elterítettük ezt a sífutó pályát. Hát bízunk abban, hogy nagyon sokan fognak ellátogatni hozzánk alsősre, és kipróbálják. És felbuzdulva egy kicsit mi már tovább szőttük a dolgokat, tehát arra gondoltunk, hogy alsősön van egy szánkódombunk, a Merse játszótéren, és esetlegesen gondolkodunk egy hóvágyúba, hiszen adott minden, tehát ott van a szánkódomb, ott van a patak, ott van az áram. Elképzelhető, hogy egy picit bővülni fogunk, hiszen ez a gyerekeknek és nyilván felnőtteknek is egy nagyon nagy örömöt jelent, mert valóban nagyon ritkán látunk itt a Balatonparton havat. Egyébként Eplényben, amióta ugye hóágyúznak, azóta a településen van tél mindig. Igen, nem tudom, az alsőség mit szólnak hozzá? Tudom, hogy itt a szomszéd települések is, hogy mennyire örülnek, de természetesen itt picibe gondolkozunk. Tehát valószínűleg itt a környéket nem fogjuk hóval azért megteríteni, de ez csak ilyen ötlet, most ugye, hogy felbuzdulva, lelkesedve ezzel, hogy igen, próbálunk a gyerekeknek esetlegesen egy hosszabb időt arra, hogy tudjanak szánkozni, csúszkálni. Ez egy fontos szó volt, hogy gyerekeknek, ez most igazából ez a pálya nem a felnőtteknek szól, hanem a kicsiknek? Valójában itt a szervezők azt mondták, hogy a gyerekeknek, felnőtteknek, tehát hoznak sífelszerelést, és segítenek abba, oktató is itt lesz a helyszínen, hogy kicsit megkedveltessék, megszerettessék a sífutást, a síelést a gyerekekkel, mert ebben a korban úgy gondolom, hogy a legfogékonyabbak minden sportra, mozgásra. A polgármester az előbb azt mondta, hogy hát köszönet az eplényieknek. Ez azt jelenti, hogy ők ezt adományként, felajánlásként hozták? Igen, ők felajánlották a havat, és önkormányzat pedig ugye vállalta azt, hogy akkor teherautókkal elmegyünk érte, tegnap este sikeresen ideért. Csalóka egyébként, hogy ez 4 autónyi? Igen, hát 30 köbmétert, azt mondta a főszervező, 30 köbméter minimum kell, hogy egy normális pályát ki tudjunk itt alakítani, építeni, és azt hiszem, hogy sikerült tényleg egy olyan pályát kialakítani, kiépíteni, hogy tudják élvezni az ide érkező kedves vendéghelyiek, és a kedves vendég természetesen. Csalóka egyébként az egész, most ugye ez nem élő adás, mire adásba kerül, eltelik egy kis idő, vajon akkor, aki ezt látja, majd mondhatja még, hogy lejövök és kipróbálom? Tehát marad még ebben mondjuk hónapra, hónap utára? Igen, úgy gondolom, hogy hónapra még marad, az időjárás ilyen lesz, tehát hogyha nem lesz ilyen esős, borongos idő, akkor igen, szerintem hónapra is ki fog tartani, és hát reméljük, hogy minél előbb átgondoljuk és döntést hozunk akár itt a hóágyúval kapcsolatosan, akkor viszont a későbbiekben is még akár az idei télen is esetleg fogadhatnánk a helyi és a környékbeli kedves vendégeket, gyerekeket. Reggel 9 órakor beszélgetünk, erre volt meghirdetve a kezdés. Még kevés gyerek van, de azt látom, hogy akik jönnek, igazából nem hoznak magukkal felszerelést. Lesz nekik akkor itt síléc, meg minden, ami kell? Igen, természetesen szervezők gondoskodtak erről is, és mi is úgy gondoltuk egyébként, hogy valószínűleg nagyon sokan ki fogják próbálni, de nagyon sokan azért jönnek le, hogy egy kis havat lássanak, egy kis havas élmény legyen, esetleg itt tudjanak csúszkálni a gyerekek, tehát nem feltétlenül síeléssel, lehet, hogy valaki csak egy kicsit csúszkálni fog rajta, vagy akár szánkóval esetleg, nem tudom, hogy ki fog alakulni, de hát bízunk benne, hogy egész nap azért jönnek és kipróbálják ezt a pályát. Én látom Gábor háta mögött a Balatont, ez kb. Ilyen 300 méter innen. Azt nem látom, hogy van-e rajta jég. Mi a helyzet? Hát sajnos nincsen jég, mert ugye mindig várjuk, hogy befagyjon a Balaton, és akkor természetesen egyrészt a nádat is le tudnánk vágni. A másik nagyon fontos dolog lenne, hogy egy ilyen jeges rendezvényeket tudjunk lebonyolítani, de hát ez is tényleg már nagyon régen volt. Sajnos kevés esélyt látok arra, hogy idén esetleg meg tudnánk rendezni ilyen jeges bulit. Ez ilyen pótlásként, most én egy kis havas
rendezvény. Láttam néhány nappal ezelőtt ezt a mai rendezvényt már a honlapon. Van visszajelzés, hogy a helyiek miként fogadják ezt? Természetesen a helyiek is örömmel fogadják, mert nagyon sok kisgyerek van, hála Isten, és ők is ezeket a rendezvényeket látogatják, hiszen amikor itt a szánkódombon tudtak szánkózni, nagyon sokan kihasználták, mert ezt tényleg azt lehet mondani, most már ilyen kuriózum szinte, hogy van egy kis hó. Nagyon örültek és várják, hogy legyen esetleg folytatása, amit az előbb említettem akár. Elnök úr, nekem azt mondták, hogy ön az ötletgazda. Miért gondolta azt, hogy ez itt sikeres lehet? Biztos voltam benne, hogy sikeres lesz. Egyébként onnan született az ötlet, hogy tavaly évben egy Zabar nevű faluban egy hidegfesztivál nevű rendezvényt terveztek, hogy megcsinálják ebbe az év január 11-én, de sajnos ott sem volt hó. Mi meg ugye azt a programot vállaltuk, hogy a gyerekek sífutnak, hóembert építhetnek, és egyéb havas rendezvényeket. Majd a rendezvény előtt egy körülbelül egy héttel kiderült, hogy ugye semmi hó nincs. Jézus Mária, egy hidegfesztivál hó nélkül az milyen? És aztán valahogy a fejemből kipattant, hogy a Mátra nincs is messze, Mátra Szent Istvánban van hóhágyozott gyönyörű hó, és a klaszterünk, amely összefogja az összes hazai sípályát, síiskolákat, egyéb szervezeteket, fölhívtam az ottani tulajdonos, hogy adnál már kölcsön nekünk egy kis havat, cserébe az Zabar falu ad egy kis hideget, mert az egy nagyon hideg. Nos, hát összejött a dolog, és óriási siker volt, az ottani gyerekek boldogan futottak a havon. Egyébként még most is ott bőven megmaradt a hó, mert elég hideg van. Én azt hallottam, bocsánat, hogy ez a Zabar nevű település az ország egyik leghidegebb települése. Itt mérték január hónapban valamikor, nem emlékszem fejből, a leghidegebbet, ha emlékszem, 32,8 fokot, és azért is tették erre az idő pontra ezt a hidegfesztivált. Nos, hát ebből a hidegfesztiválból olyan sikeresen jöttünk ki, a otthoni gyerekek nagy örömére, szülők örömére és a sajtó örömére, hogy azt mondtuk, hogy csináljunk már valamit még eplényeből. És aztán én fölhívtam az alsóörsi polgármestert, aki szinte egyből azt mondta, hogy rendben van, csináljuk. És aztán eredetileg egy teherautóból lett kettő, aztán három, és a vége 4 teherautónyi hó, amit idehoztak. Míg beszélgettünk, jöttek itt felém a fiatalok, és láttam, hogy lengedezett a nyakukban egy érem. Már érmet kaptak? Igen, ezt meghirdettük, hogy akik elsőknek érkeznek, azok még mielőtt felszállnak a lécre, fölcsatolnak, rögtön kapnak egy-egy érmet, úgyhogy nagy örömünkre már 9 óra előtt itt volt egy pár csemete, aki boldogan jelentkezett. Tessék mondani, mennyire népszerű sport manapság a sí nálunk? Magyarországon óriási fejlődésben van a sísport. Ez onnan látható talán a leginkább, hogy annak ellenére, hogy nincsenek nagy hegyeink, 30 darab különböző helyszínen van műanyag sípálya, és ezen leginkább gyerekek tanulnak meg síelni. Tehát óriási az érdeklődés az alpesi sport után. Ugye ez a sífutás, ez nem annyira népszerű, de mi próbáljuk a sífutást is népszerűsíteni, hiszen ez egyébként egy picit egyszerűbb is, mert nem kellenek nagy lejtők hozzá, nem kell sífelvonó használat, tehát elérhetőbb, olcsóbb. Gondolom megtanulhatóak a mozgások. Talán azt is lehet mondani, igen, hogy könnyebben elsajátítható, megtanulható. És hát csak közben látom, hogy jön a pici, ennek is ott a nyakában az aranyérem, és hát nagyon boldogan jönnek. Tessék mondani, kell tudás hozzá, hogy valaki ide pályán körbe menjen? Nem, vagy... akit itt most látnak, ezek totál kezdők. Most van először a lábukon a léc. Úgyhogy egyébként ügyesek nagyon, igen, mert látom. Keveset esnek. Múltkor valahol csináltunk hasonlót, ott az elég sok esés volt, de hát még nincs vége a napnak, még itt lesznek mókák. Egyébként azt hallottam, hogy ön, hát ugye nem véletlen pont Alsóörsön van ez a mai esemény, hogy önnek van kötődése a településhez. Feleségem az füredi lány volt, nagy vitorlás versenyző, és a kicsi lányunk, a Fehér Boróka, aki egyébként már 4-szeres optimist hajóosztályban magyar bajnok, az itt az alsóörsi balatoni jachtklubban vitorlázik, és ezért mertem fölhívni a polgármester urat, hogy mit szól az ötlethez. És aztán ő egyből mondta, hogy rendben van, csináljuk. Most meg itt síjel. Most meg itt síjel, igen. Hát jöttek egyébként, Kaposváról is jöttek, és jönnek Budapestről, és még nem értek ide, de telefonáltak, hogy tényleg lesz hó. Persze, mondom, jöjjetek.
Azt látom, hogy felkészültek és hoztak mindent. Na hopp, egy pici esés volt, de ez nem számít, ez belefér. A móka, igen, igen. Hát hoztunk, igen, ez a sí és turisztikai klaszter, amelynek a vezetője vagyok, gyakorlatilag pont erről szól, hogy minden érintett felet megpróbálni összefogni egy-egy rendezvény erejéig, és itt ugye az Eplényi Sí Aréna volt, aki a havat biztosította, a egyik klasztertagunk, a Suli Sí BT, aki hozott sífelszereléseket. Én egy síszaküzletnek vagyok, 30 éve lassan a tulajdonosa, mi mindenféle ajándékot hoztunk a gyerekeknek, és hát az önkormányzat pedig biztosította a helyszínt, illetve a teherautókat. Bocsánat, hogy közben megállítom, milyen ez a pálya? Ön azért már síelt, úgy tudom. Egy világszám ez a pálya. Tudjuk, innen legközelebbi sífutó pálya, hát Budapesten van, Hóha Svábhegyen, mert ott síeltünk. A fiam az 8-szoros sífutó bajnok a Vasasba. Én a Vasasba ott is síelgettem, de lesiklás az az erős oldalam. Itt alsősül a Eplény az 31 perc kocsival, és 12 perc nekem a füredi műjégpálya. Tudjuk, én hokiztam nagyon sokat a Fradiba, és a sajtó SK-ba, vidéki bajnokságban 2 évet hokiztam. Úgy ide lejöhettünk, ide síelni, ez álmomban nem jött volna elő. Van is egy pár tervem, hogy ezt hogy lehetne egész téren megcsinálni, mert nem egy a nagy beruházás lenne. És akkor itt sífutni lehet, hát az világszám, mert itt Dunántúlon máshol nem lehet sífutni, nincs pálya. Én néztem az ön mozgását, hát látszik, hogy azért egy tapasztalt sportolóban van dolgunk. A kérdésem az, hogy ön szerint a fiataloknak mennyit kellene ahhoz gyakorolni, hogy legalább ilyen szinten tudjanak síelni? Hát szerintem fiataloknak ezt érdemes elkezdeni a 10 év korúban a sífutást. Egy-két alkalom elég, mert itt tulajdonképpen kétféle sífutás van. Van az egyik a diagonál, amire le van téve 2 nyom. Én azon tudok jobban menni. Másik a skating. Na most ez a pálya most pillanatnyilag a skatingre se nagyon alkalmas, meg a diagonálra végképp nem. De van egy pár ötletem, ami nagyon jobban vagyok. Hát én itteni lakos vagyok. Ön mikor kezdte a síelést? Egész pontosan tudom megmondani, 54 évvel ezelőtt. Azt a mindenit. Zugligetbe kezdtem, és hát a Svábhegy. És akkor volt hó. Maradjunk még mindig a sportolásnál és a kicsiknél főleg, hiszen 7. alkalommal rendezték meg Veszprémben a Bátori iskolában az Ovi olimpiát. Hogy ez pontosan micsoda, már is elmondjuk. Képviselő úr, elsőként is gratulálok, kellemesen kezdődik a nap egy jó bemelegítéssel. Így van, nagyon örülök annak, hogy a Bátori iskola most már 7. alkalommal rendezi meg az Ovi olimpiát. Látszik az, hogy tényleg milyen összefogás van az óvodák között, hiszen majdnem mindenki itt van. Én nagyon köszönöm minden pedagógusnak, aki ebbe a szervezésbe részt vett, hiszen nagyon fontos az, hogy a gyerekek már ilyen fiatal korban is megismerkedjenek a sporttal, és ahogy itt mögöttem is látszik, játékosan tudnak vetélkedni.
és nem is érkezett üres kézzel. Focilabdákat ajánlottam fel a rendezvényre. Nekem is van két óvodáskorú gyermekem, akik focira járnak, és tudom azt, hogy mennyire szeretik a labdát, mennyire szeretnek játszani, úgyhogy ezért ajánlottam fel focilabdákat. Elképzelhető esetleg, hogy a vidéki óvodák is előbb-utóbb bekapcsolódhatnak ehhez a rendezvényhez, vagy akár sajátot hozhatnak létre? Igen, igazgató asszonya, pont beszéltük azt, hogy nagyon jó, hogy a veszprémi óvodák megmozdulnak. Javasolni fogom igazgató asszonynak, hogy esetleg majd térségi rendezvényt is tudunk majd ebből későbbiekbe csinálni. Igazgatónő, ha megenged egy kis tréfát, hát azt látom, hogy ez a kezdeményezés iskolaérett lett, és ennek az óvodások örülnek. Mi is nagyon örülünk neki, hogy iskolaérett lett, hiszen 7 éves ez a program, most már 7 éve szervezzük meg az óvi olimpiát, és nem csak az óvodások örülnek neki, hanem a beiskolázás miatt mi is nagyon örülünk. Nagyon sok sportszervezet van jelen az intézményben is, és itt a rendezvényen támogatóként is. Mennyire fontos ez, hogy meglegyen az együttműködés? Mivel sportiskolai osztályaink vannak mind a 8 év folyamon, ezért igyekszünk a gyerekek igényeit kielégíteni. Minden olyan egyesülettel együttműködési szerződést kötöttünk, ahova járnak a tanulóink, és így az összefogással együtt a sportolást és a tanulást össze tudjuk egyeztetni. Az óvodák mennyire partnerek egyébként ebben a rendezvényben? Mennyire nagy a jelentkezés? Nagyon nagy az érdeklődés. Halljuk, hogy már éveleje óta készülnek az óvodába ezekre a versenyszámokra. Nagyon szívesen jönnek, és hát mi pedig örülünk, mert tudunk gyerekeket válogatni a sportiskolai osztályba. Aki eljut ide, az nem csak az eredménye alapján részesül jutalomban. Láttam itt, hogy azért senki nem megy haza üres kézzel a Bátoriból. Minden gyerek kap egy kis csomagot, ami emlék, illetve egy kis édesség is van benne, valamint az első 3 óvoda olyan pénzjutalomban is részesül, amit aztán utána az óvodák elkölthetnek szabadon sporteszközökre. Azt is látom, hogy a diákok is nagyon aktívak, tehát a bátor is gyerekek is látják azt, hogy milyen az, amikor segítkezni kell egy rendezvényben. Azt hiszem, egy általános iskolában ez is egy nagyon fontos tényező, hogy aktívak legyenek a közösségben. Igen, ez egy csapatmunka. Tanárok, diákok együtt szervezzük, és a gyerekek látják, hogy az óvodából hova lehet majd eljutni 8-ra, hiszen a nagyobb gyerekek is itt vannak, meg a kisebbek is. A teremben is látszik, hogy rengeteg sportkapcsolata van a Bátori iskolának, a Vedac is rendszeresen megjelenik, nem csak ezen a rendezvényen. Igen, hát ugye hosszú távú az együttműködésünk a Bátorival, mi heti rendszerességgel tartunk a jogatlétika foglalkozásokat, most már Bátoriban is a 50-60 gyerek jár rendszeresen az atlétikai edzésekre, és hát nagyon sok bátor is jár a stadionba is ugye ennek köszönhetően, hiszen aki kedvet kap, az utána folytatja tovább nálunk. És az atlétika versenyek elsősorban a diákolimpiáknak a lebonyolításába is a bátori stratégiai partnerünk. Ugye mi kapjuk az önkormányzattól a megbízást, de a lebonyolításba az iskola nagy segítséget nyújt elsősorban a testnevelő tanárokon, illetve az oktatókon keresztül. Fontos lehet, hogy itt most nem az iskolás korosztálya, hanem óvodásokkal lehet találkozni. Ez mennyire fontos egyébként az atlétikai utánpótlásban? Nekünk óvodás csoportunk egy kicsi van. Ez a korosztály még ugye nem alkalmas arra, hogy olyan klasszikus atlétikai foglalkozáson részt vegyen, hiszen oda kell figyelni, itt még azért ezek a gyerekek nem tudnak annyi ideig koncentrálni, de nem is ez a fontos, hanem az, hogy szeressenek sportolni, és majd szépen apránként bekerülnek az iskolába, utána pedig hozzánk. Hát itt látszódik, hogy a versenyszellem megvan bennük, és verseny nincsen díjak nélkül, ti sem érkeztetek üres kézzel. Igen, most már 4 éve támogatjuk a rendezvényt, ugye azt szét kell választani, mert a Vedac szakmai támogató, én mint magánember meg a cégemmel támogatom a rendezvényt. Ugye 4 évvel ezelőtt állt elő az a helyzet, hogy a fődíjat nem volt ki finanszírozza. Igazgatónő megkeresett, én meg nagyon szívesen mondtam igent arra, hogy támogassam a rendezvényt. Magazin műsorunk végéhez értünk, természetesen műsoraink folytatódnak, tovább maradjanak velünk. Munkatársaim nevében is elköszönök, viszontlátásra!